Ünnepléssel zárult az Aegis Körmend kosárcsapatának szezonja, hiszen a piros-feketék a mindent eldöntő harmadik találkozón legyőzték az otthon addig csak két vereséget elszenvedő atomerőmű esett csapatát. Ez a gárda hosszú idő után megnyerte a Magyar Kupát, a bajnokságban pedig komoly esélye volt a döntőbe jutásra, ami ugyan nem sikerült, de a bajnoki bronzot begyűjtötték. Egy nehéz és nagyon hosszú szezonnak vagyunk a végén, hiszen nemzetközi mérkőzések, hazai kupa, bajnoki mérkőzések rájátszással mindennel tarkítva. Én úgy gondolom, hogy mind a csapat, mind az edzők, mind a vezetők, akik dolgoznak a csapat körül, mind pedig a szurkolók nagyon sokat tettek azért, hogy ez a bronzérem meglehetett, és hát az év közben pedig a kupa győzelem. Mit lehet ilyenkor mondani? Gratulálok mindenkinek a sok-sok kitartásért, hogy hosszú szünet után végre sikerült egy komoly eredményt elérni ebben az évben, mindkét sorozatban, és hát hajrá fel a következő évadra, hiszen vár ránk egy további munka, hogy minél jobb csapatot építsünk az elkövetkező szezonra is. It was a great decision. Nem bántam meg, hogy szezon közben ideigazoltam, remek idény volt az én számomra is. A karrierem szempontjából is értékes időszak volt, hiszen rengeteget tanulhattam egy kiváló edzőtől. Teó a legjobb, a kedvenc európai edzőm, nagyon sokat kaptam tőle. Biztosan tudna is még tanítani. Remek munkát végzett, amihez hozzátehet még a következő idényben. Őszintén szólva, amikor megérkeztem és először körülnéztem Körmenden, szóhoz sem jutottam. Egy kisvárosba csöppentem, nem tudtam, mi vár rám. De most egészen másképp látom. Remek hely volt ez a családom számára, szerencsésnek érzem magam. Elképesztő szurkolótábor előtt játszhattunk, ők a legjobbak az országban, ebben biztos vagyok. Nagyon jó érzés, boldog vagyok. Páratlan éve zártunk, mind a helyezéseket tekintve, mind az élményt tekintve. Én nagyon büszke vagyok erre a csapatra. Voltak mélységeink évközben, de mindvégig együtt maradtunk, felülkerekedtünk ezeken a nehézségeken, és igazi nagybetűs csapatként játszottunk, és sikerült idegenbe. Azért azt tudni kell, ez a Paks harmadszóra kapott ki idén a hazai pályán, ebből kétszer mi voltunk a tettesek, úgyhogy ez különösen megemeli a rangját a mai győzelemnek. Látjuk, te véredet is adtad ezért a bronzéremért, és összevart szemöldökkel jöttél vissza a második félidőre. Ez mennyire természetes, vagy mennyire nem az? Ahogy a Fepu szokta mondani, én már csak egy öreg harcos vagyok, és az öreg harcosoknak ez az ismérve, hogy ha vérzik, ha fáj, akkor is pályára lép. Hogyan köszönsz el a körmediektől? Ugye megtetted már nyilvánosan, ezért merek rákérdezni, hogy emlékszem majd vissza erre a két évre, Körmend? Szeretettel, csak a pozitívumokra. És ahogy mondtam, nagyon örülök, hogy részese lehettem az MTS családnak, és azt a mérhetetlen nagy szeretetet, amit az utóbbi napokban kaptam, az minden fájdalomért kárpótol. Szeretném még egyszer nekik megköszönni ezt az évet. Nagyon boldog vagyok, örülök a győzelemnek. Annak, hogy egy ilyen sikerrel tudtuk zárni a szezont. Igen, nagyon sikeres évad van mögöttünk, hiszen két érmet is nyertünk, rengeteg szép emlékem van. Többet talán nem is kívánhatnék. Remek csapathoz érkeztem tavaly, kiváló társaim voltak a fiúk személyében. Kiváló edzőnk volt, fantasztikus szurkolóink, igazán boldog vagyok, és örülök, hogy így tudtuk mindezt meghálálni. Egyelőre nem gondolkozom a jövőn, először is még szeretném átélni igazán ezt a sikert, aztán picit pihennék, a többit meglátjuk. Hát úgy gondolok vissza erre a 10 hónapra, hogy nagyon hosszú volt ez a szezon, eredményekben ugye gazdag, és sikerült nyerni egy kupát, ami óriási dolog. Ez a harmadik hely is úgy gondolom, hogy nagyon szép eredmény, nagyon szeretünk volna döntőbe jutni, de sajnos ez nem sikerült, de ezzel kicsit vigasztalódhatunk. Aztán jövőre, hát remélem, hogy közelien szezon tudunk produkálni, bár ezt megmondom őszintén, így, ilyen formában nagyon nehéz lesz újra megcsinálni. De hát
Most egy picit pihenünk, aztán készünk a következő szezonra. Csabi, arra még azért hadd kérdezzek rá, nyilván mások voltak a körülmények, de azért ez a szezon is más, tehát sok eredményt hozott. Miben volt más esetleg, mint a megelőző szezonok körmenden? Miben láttad, hogy kicsit erősebb volt talán ez a csapat? Ez a csapat azért volt erősebb, mert ami nagyon ritkaság számban megy, úgymond nagyon belenyúltunk idén a légiós választásba, nagyon jól sikerült, ezáltal, hogy mondjam, mi eléggé a magyar játékosok eléggé háttérbe szorultak, igazából támadásban nem nagyon volt, úgy gondolom, hogy mondom, úgy, olyan szinten feladatunk, ez inkább rájuk maradt, mi magyarok azért voltunk gyakorlatilag, hogy védekezzünk, ha jött valami, rádobjuk, de hát úgy gondolom, hogy ez hozta meg ezt az eredményt, hogy igen, mi belementünk abba, hogy kicsit igazából epizód szerep jut nekünk, egy nagyon jó csapat kohézió volt, nagyon jól alájuk dolgoztunk, és ők pedig egy remek emberek voltak, és remek játékosok, akik közül én örülnék neki, a jó páran itt maradnának jövőre, bár tudom, hogy ez nagyon nehéz lesz, de hát majd meglátjuk. Nagyon örülök, boldog vagyok, hogy így zártuk ezt a szezont. Voltak néha hullámvölgyek is, de igazán jó csapatot alkottunk. Túl tudtunk lendülni a nehézségeken. Sajnálom az 5. meccset Szolnokon, de nem bántam meg, hogy idejöttem, remek edzővel dolgozhattam és küzdhettem a sikerekért. Szerintem a legjobbak között voltunk, amit az eredményeink igazolnak. Óriási szerepe volt ebben az edzőnknek, aki nagyon sokat adott nekünk, nem csak szakmailag, hozzáállásban, mentalitásban is. Mindig a legfontosabbat várta el tőlünk, ami nem csak a pontszerzés volt. Akár egy jó ütemű faltolással is lehet segíteni, és ő mindig tudta, mit kell tennünk. Remek szezon volt. Na Zsolti, nagyon optimista voltál a szezon előtt, a felkészülési időszakban, itt Szolnokverést és egyebeket jósoltál meg. Gondoltad, hogy 2 éremmel a nyakadba zárod ezt a szezon? Én gondoltam volna, igen, bíztam benne. Sajnos a Szolnokverés az... A bajnokságban nem jött össze, de ettől függetlenül nagyon jól megszorongattuk őket, és hatalmas csata volt. Kicsit emiatt csalódottak vagyunk, hogy nem jutottunk be a döntőbe, de azt hiszem, hogy nem lehet erre a szezonra úgy visszatekinteni, hogy nem volt siker, mert rengeteg nagy győzelmet arattunk hazai pályán, idegenbe is. Kupa megnyerése az volt a csúcspont. Szerintem ezt egy hatalmas sikerként kell elkönyvelnie mind a csapatnak, mind a szurkolóknak, mind a vezetőségnek, és számomra is hatalmas élmény volt. Persze vártam a jó eredményeket, de azért ez minden felülmúlt, ez az érzés, ami a mostani győzelem, meg az évközbeni sikerek fantasztikus volt. Akkor nem bántad meg, hogy elvállaltad ezt a körmendi felkérést? Nem, egyértelműen nem bántam meg. Nagyon nagy kihívás volt egyénileg is, szerintem a csapatnak is. De úgy érzem, hogy jó, sikerült ezt jól megoldanom. Nekem is a szerepemet jól megcsináltam, és hát mindig az a lényeg, hogy a csapat a végén nyerjen. Ez most lehet, hogy ilyen közelként hangzik, de mégis csak az, amire mindenki emlékezni fog. Úgyhogy nagyon boldog vagyok. Kiváló szezonunk volt, nagyon keményen harcoltunk végig. Élveztük minden percét, mert nagyon jó gárdát alkottunk a fiúkkal. Nagyon örülök és elégedettséggel tölt el, hogy 2 érmet is nyerhettünk az évadban. Az erősségünk az agresszív, kemény játék volt. Nagyon erősek voltunk szinte végig, idegenben is. Mindent beleadtunk itt az utolsó meccsen is. A jövőmről még nem tudok semmit mondani, meglátjuk, mi történik a nyáron. Én úgy gondolom, hogy egy elég kemény szezon volt, sokkal erősebb volt a bajnokság, mint a tavalyi szezonban és az elmúlt években. Örülök, hogy sokszor pályára lépettem ebbe a szezonba, és megkaptam a lehetőséget, és örülök annak is, hogy ebben a bronzcsatában is pályára tudtam lépni a második mérkőzésen. Úgy gondolom, hogy a bronzcsata küzdelmes volt. Az első mérkőzésen sajnos nem úgy kezdtünk, olyan szerettünk volna, de a második mérkőzésen tudtunk ott javítani, és most itt már tudtuk szerezni a győzelmet. Az mit jelent számodra, hogy ebben a szezonban te voltál az, aki leginkább képviselte, ugye Leventével együtt, de te azért többet játszottál, aki képviselte a körmendi utánpótlást, ez mit jelent a számodra? Örültem neki nagyon. Továbbra is próbálok fejlődni, minél jobban játszani, és abban reménykedem, hogy a következő évben még több lehetőséget kapok. Just
tök jó. Köszönöm szépen. Igen, már találkoztunk. Köszönöm szépen. Óriási volt ez a szezon, remekül játszottunk. Bajnokok szerettünk volna lenni, de nem vagyok elégedetlen. Óriási szurkolótáborunk van, köszönöm nekik, hogy minden meccsen segítettek minket, elutaztak velünk idegenbe is. Nem sikerült mindig minden úgy, ahogy szerettük volna, de köszönöm a fiúknak, mert remek szezon töltöttünk együtt. Ennek a fő indoka az volt, hogy az országban nekünk volt a legjobb edzőnk. Remek csapatot csinált, amely valóban csapatként tudott játszani, különösen védekezni. Barátokként, szinte családtagként tartoztunk össze. A jövőt még nem tudom, de nem kizárt, hogy jövőre is itt folytatom. Egy nagyszerű szezonban lehettél a felnőtt keret tagja. Te hogy látod, két érmet nyertetek, hogy zártátok az évet? Nagyon jól zártuk az évet szerintem. Ez a harmadik hely, ez reális, meg amennyi munkát belefektettünk egész évben ebbe az egészbe, az most kifizetődött, úgyhogy boldogok vagyunk nagyon. Milyen volt közelről látni, közelről együtt csinálni a többiekkel ezt a munkát, illetve együtt dolgozni, te ott Csizmicsel, hogy látod? Nagyon jó volt, nagyon sokat tanultam tőlük egész évben, a játékosoktól, edzőtől, mindenkitől. Tudsz-e valami konkrétumot mondani, tehát miben volt más esetleg ez a munka, ez a közös munka, mit tanultál tőle, vagy mit csinált ő másképp? Agresszivitás, pontosság, ez nagyon megköveteli ő, meg a játékosok is. Úgy érzem, hogy egy nagyon sikeres szezon áll mögöttünk, ugye egy magyar kupa arany, meg egy bajnoki bronz. Szerintem senki nem merte gondolni álmában se, hogy előző nyáron, hogy ez a szezon ilyen sikeres lesz. Köszönjük a szurkolóknak, nektek a támogatást, a csapatvezetőinek, a játékosoknak, mindenkinek. Rég nem éreztem ennyi boldogságot, ami most ebben a szezonban megadatott nekünk, és ugye az elmúlt évek sikertelensége után ez tényleg egy fantasztikus szezon volt. Hosszú volt, de én úgy gondolom, hogy megérte nekünk is, amelyet dolgoztunk a fiúkkal, úgyhogy ez mindenkinek a sikere. Te a csapat közelében hogy láttad, mitől volt más ez a szezon, mint a korábbiak? Hát egyértelműen ezek a légiósok, akik itt vannak most, ezek nagyon fantasztikus emberek. Én úgy vettem észre, hogy tisztelettudóak, kérnek, köszönnek, ami régebben nem volt annyira jellemző a külföldiekre, és maximálisan sportemberek, és egymásért nagyon jól tudnak küzdeni, ami én úgy gondolom az elmúlt évek csapataira nem volt annyira jellemző. Azt gondolom, hogy ez így volt szép, hogy a legvégén mi vehettük ezt fel. Tehát úgy érzem, hogy a döntőbe kerülés az sajnos elúszott, bár szerintem akkor is jobbak voltunk. És én úgy gondolom, hogy az egy óriási törés volt. Az első meccsen ez meg is látszódott, és aztán a másodikon hoztuk azt, amit igazán mi tudunk, és a mai meg csak egy íre a pont. Tehát igazából megint azt mondom, hogy csak gratulálni tudok a csapatnak és mindenkinek. Szuper volt, és hogy megint sok szurkoló elkísért minket. De ugye újonc voltál, hát az első szezonod volt a kosarasok mellett. Mennyiben más ez, mint a focisták, és mennyivel adott neked többet esetleg? Igazából megmondom őszintén, hogy a szívem két felé megy, az egyik a foci, a másik a kosárlabda. Én fociztam 12 évet, tehát nekem az igazán a szívemhez közelebb áll, de mióta ugye a párom is egy óriási körment fan, ezért átvettem ezt az egész őrületet, így, hogy itt dolgozom, így meg aztán pláne. És mivel hogy ott a megyei egybe a fociba is aranyérmesek lettünk, ezért az idei szezonom, csak mondom, hogy 2 darab aranyérem, és 1 darab bronzérem. Tehát szerintem ennél többet nem kívánhat egy gyúró, úgyhogy mindenki engem akar majd megszerezni, nem ám? Csak hülyéskedek. De különben tényleg, de ez fantasztikus, nem tudok mit mondani. Boldog vagyok, egy dolog miatt szomorú vagyok, hogy a családom nem lehet itt, pedig egyébként nekik nagyon sokat köszönhetek, mert nélkülük soha nem tudtam volna ugye itt lenni. És sokat hiányoltak engem, de én úgy érzem, hogy ezt hazaviszem, és a kisfiam nyakába fogom akasztani. Úgyhogy szuper. Hosszú volt, fárasztó volt, de szenzációs érzés, hogy így a szezon végén még egy érmet sikerült nyernünk. Én szeretném megköszönni a Teónak azt, hogy sikert hozott számunkra újra, mert az ő munkája azt gondolom, hogy nagyban befolyásolta ezt az egészet. Szeretném megköszönni a játékosok egész éves hozzáállását, mert azt gondolom, hogy az utolsó évekhez képest ez egy óriási előrelépés volt, hogy ide jutottunk. Szeretném megköszönni a klubvezetésnek is azt, hogy minden lehetséges
dolgot, ami szükséges volt a sikerhez, azt megteremtették. Én szeretném megköszönni Guminak is a munkáját, mert ő is vastagon részese ennek. És végül, de nem utolsó sorban a közönségünknek, akik nélkül azt gondolom, hogy soha nem sikerülne ez. És kívánom nekik, hogy most ők is egy kicsit élvezzék ennek a gyümölcsét. Dolgoztál te már sok edzővel, voltál magad is vezetőedző. Mit gondolsz, Teót említetted, miben hozott ő többet vagy mást? Mi az, amit esetleg megtanultál tőle, vagy szívesen elraktározol ebből az egy szezonból? Az a különbség, a legnagyobb különbség közte és a többi eddig itt lévő külföldi edzők között az az, hogy ő emberileg teljesen más. Tehát egy igazán jó ember, aki mindenkivel megpróbálja megtalálni a megfelelő hangot, és én azt gondolom, hogy ez vezetett oda, hogy teljesen zökkenőmentes volt a munkánk egész évben, úgyhogy én tényleg csak abszolút jókat tudok róla mondani. I think that, you know, this is the first excellent job we did so far. Extra káprázatos munkát végeztek a fiúk ebben a szezonban. Remek légkör alakult ki körülöttük, ami érezhető volt a klubon belül, de a szurkolók körében is. Mindent áthatott. Nehezen találom a szavakat, nagyon sok érzés kavarok bennem. Végtelenül boldog vagyok. A fiúk bebizonyították, hogy nem csak kosarazni tudnak, de remek a mentalitásuk is. Bocsánat, hogy a kamera előtt így fogalmazok, de azt kell, hogy mondjam, tökös gyerekek. Egy ilyen sorsdöntő meccsre így kiállni, mint ez az utolsó is volt, ezt bizonyítja. Ha egy rövid mondattal kell kifejezni, káprázatos munkát végeztek. Feltétlenül mindenképpen jó döntés volt, hogy idejöttem a nyáron. Én nagyon érzelmes ember vagyok. Szeretem azt, hogy az emberek itt dolgoznak. Elhivatottak, fontos számukra a klub, a csapat. Enélkül nem is volna érdemes bármit is csinálni. Vannak, akik előbbre akarják vinni mindezt, igyekeznek fejlődni, fejleszteni, ebben szívesen vagyok partner. Már csak ezért is megérte, no és a két éremért, a kupa sikerért. Persze lehetett volna ez még jobb is, akár bajnokok is lehettünk volna, de ez most nem volt reális. Legfeljebb maximális célként jövőre tűzhetjük ki ezt. A jövő? Most egyelőre semmilyen ötletem nincsen. Picit aludni, pihenni szeretnék néhány órát, és van még dolgom a fiúkkal. 10 hónapon át keményen, napról napra dolgoztunk, nyomtuk keményen, jöttek sorban a meccsek, és az ember teste elfárad, kiürülnek a tartalékok, ezt szeretném feltölteni elsőként. De igen, hasonló munkára számítok a nyár végétől. A klub körüli hangulat, a várakozás megköveteli azt a karaktert, azt a mentalitást, amit eddig is képviseltünk. És ez igaz a szurkolókra is, akik rengeteg erőt adtak, nagyon sokat segítettek. Ugyanilyen hozzáállású játékosokra van szükségünk, és szeretnénk folytatni az idei esztendő hagyományát. De most egy jó vacsorára és pár óra alvásra vágyom. Ez minden. A gárda az éremosztás másnapján az Őri Szentpéteri Bognár étterem vendégszeretetét élvezte a klub munkatársainak társaságában. Így gyűlt össze utoljára ez a keret, amely oly sok szép élményt szerzett a szurkolóknak. Barátaim mindig azt mondják, hogy ne kezdem úgy a mondatot, én úgy gondolom, de mégis most azt kell, hogy mondjam, hogy úgy gondolom, hogyha a szezon előtt ezt az eredményt alá lehetett volna írni, akkor mindenki mindenféle hátsó gondolat nélkül aláírja. Ennek ellenére vannak bennünk, úgy gondolom, hogy hiányérzetek, mert a Szolnok elleni rájátszásbeli mérkőzésen, a második mérkőzésen, hogyha a 13 pontos vezetést meg tudjuk tartani, akkor most nem a harmadik helyet szereztük volna meg, hanem sokkal nagyobb reményeink lehettek volna mondjuk minimum egy ezüstéremmel. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy nem kell telhetetneknek lenni. Bízom benne, hogy ez csak a kezdet volt, jövőre egy még sikeresebb szezont tudunk majd produkálni. Mint a közönség számára is nyilvánvaló, már a csapatépítés a jövő szempontjából elkezdődött, a szakma már a szezon közben is próbálta megerősíteni a csapatot, hogy a következő szezonban még erősebb garnitúrával álljunk ki. Horthy Bálint aláírása már megtörtént, képben vannak még magyar játékosok. Bízunk benne, hogy az ő szerződtetésükre is rövidesen sor fog kerülni, és a légiós kiválasztás, amennyiben a mostani játékos keretből esetleg nem maradnak a légiósok, a jövő szezonra is hasonló minőségű és tudású és beállítottságú külföldi játékosok fognak majd szerepelni ebbe a körbeni csapatba, ami mindenki számára nyilvánvaló volt, hogy egy szerethető és egy nagyon-nagyon jó csapat volt. Ez bizonyítja a kupa arany és a bajnoki bronzérem is.
A csapatot Zsebe Ferenc mellett a fő támogató képviselője, az Égisz Gyógyszergyár ZRT körmendi gyerekségének igazgatója is köszöntötte. Én is azzal kezdeném, hogy gratulálok az egész éves teljesítményért, azért, hogy ez a körmendi kosárlabda csapat igazi team tudott lenni, és a kupa győzelem mellett a tegnap kivívott harmadik helyért is. Úgy gondolom, hogy a Égisz Gyógyszergyár most már harmadik éve tartó támogatása egy biztos alapot ad a csapat működtetéséhez. És az idei évre megtett célkitűzések hozzájárultak ahhoz, hogy a csapat tagjai motiváltak legyenek. Úgy gondolom, a névadó szponzorként a befektetéseink abban is megtérültek, hogy a kosárlabda szak tábor sokat beszélt a körmendi csapatról, és arról, hogy Égisz körmendként szerepel most már harmadik éve. Én úgy gondolom, hogy a idei csapat és a szakmai stáb hozzájárult ahhoz, hogy a csapat és a szurkolók egymásra találjanak, és azt hiszem, az idei teljesítmények elég magasra tették a mércét, amit a jövő évben el kellene érni. Talán ebben némi támogatást ad, hogy a Csizmics edző úr marad a következő szezonra is, és a vezetés mindent elkövet annak érdekében, hogy a következő szezonra is egy jó csapatunk legyen. És még egyszer köszönet a csapat tagjainak, és mindenkinek, aki hozzájárult a helyzetben. Most mindenki pihenni megy, hazamegy, családjával lesz, tehát mindenki végig tudja gondolni az egész szezont, valamint a jövőjét is. Aki ismer engem, az tudja, hogy én igazából maximalista vagyok. Tehát benne maradtak tartalékok, szerintem még tudtunk volna ezen kicsit strófolni, de nyilván tudomásul veszük, hogy az élet ilyen. Én azt hiszem, hogy végeredményként elégedettek lehetünk. Megköszönjük minden segítőnek, támogatóknak, főszponzornak és mindenkinek, aki anyagiakban is támogatta a klubot. Engedjétek meg, hogy a város nevében is megköszönjem, hogy képviseltétek ezt a várost. Nem csak idehaza, hanem külföldön is. És lehetőséget biztosítottak arra, hogy meglegyen az esélyük a következő évben és nemzetközi kupában indulni. Ahogy Bebes István is mondta a búcsú ebéden, már most zajlik a következő szezon csapatának építése. Azért, hogy a következő szezonban újra átélhessünk olyan felemelő pillanatokat, mint a kupa siker és a bronzérmes gárda köszöntése volt. A Városi Televízió fő támogatója, Körmend Város Önkormányzata.